Jó estét kívánok, ez a 35 perc a Kölcsei Televízió közéleti műsora október 10-én. Megújult az óvoda és a bölcsőde Tiszanagyfaluban, az ivóvízrendszer pedig most kezdik korszerűsíteni, erről is szó lesz ma, nézzük a kínálatot. Marketing díj, ismét elismerték vásárosnamény teljesítményét. Fejlődés, megújult az óvoda, javítják a vízszolgáltatást Tiszanagyfaluban. Átadták, elkészült az új nyíregyházi református óvoda. Ismét elismerték vásárosnamény városmarketing tevékenységét, 9 gyémántdíjat vehetek át, és megkapták a Marketing Aktív Megye elismerést is. Vendégen Filip Sándor, a vásárosnamény polgármestere. Jó estét kívánok, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Nagy tisztelettel köszöntöm a Kölcsei Televízió nézőit. Egyben gratulálok is a díjakhoz. Mit kell ahhoz tenni, hogy sok-sok éven keresztül ilyen sok díjat vehessen át ebben a szegmensben a város? Köszönjük szépen, hiszen ez egy óriási csapatmunka, ide egy ember kevés, és meg kellett találnunk elsődlegesen azokat a személyeket, akik rájöttek arra a városban, hogy nem elegendő az, hogyha teszünk valamit, azt meg is kell ismertetnünk, meg is kell mutatnunk másoknak, meg kell ismertetni magunkat a nagyvilággal, és ebben Liptákné Juhász Anikó Turinform iroda vezetőnk, aki 2017-ben az év turinformátora címet is elnyerte, élen jár, és észrevette 2016-ban, amikor is először került hirdetésre és pályáztatásra a gyémántdíj, hogy nagyon sok olyan dolgunk van, amit meg lehetne mutatni másoknak. A teljes igénye nélkül a vadászati kiállítás és annak az applikációja, a beregi keresztszemes, az zoárnapi sokadalom, a PET-kupával kapcsolatos tevékenységünk, vagy például egy honlap elkészítése, egy olyan marketing által beszőtt oldal, ami a város honlapja is egyben, de tartalmaz minden olyan információt, amiért érdemes eljönni hozzánk, vagy a piknik mozinak a kis filmje, de nagyon fontos az is, hogy a polgármester időnként megszólaljon, és ne csak a hivatalos dolgokról szóljon, hanem mutassa be azt is, hogy hol élnek a városlakók, mert nagyon sokszor ők nem ismerik fel azt, hogy milyen csodálatos környezetben élnek, és ezáltal ez egy üzenet a vendégeink számára is, hogy miért érdemes ide vásárosnaménybe, a Beregszívébe hozzánk eljönni. Na hát ott van a Tiszapart is, ami külön egy érdekesség. Gergely Ugornyán szerintem, aki nem járt még, az nem látta a megyét. Igen, van, aki azt mondja, hogy aki nem járt még Gergely Ugornyán, az nem is élt. Sőt, volt egy szorim régebben, egy kereskedővel beszélgettem, és vásároltam tőle valamit, és mondtam, hogy vissza fogok jönni nem sokára. Rám nézett, nem fogok én már visszajönni, ahonnan én jöttem. Onnan, ott az ígéret, az szent. Honnan jött magát? Mondtam, hogy vásárosnaménból. Ja, az van Gergely Ugornya mellett. Tehát azért Gergely Ugornyának óriási a híre még most is. Milyen volt az idei nyári szezon? Beszéltünk arról, ugye volt egy magas vízállás, volt, hogy elárasztotta a partot a Tisza, de utána egész jó idő volt egész nyáron. Igen, egy nagyon, nagyon nehéz időszakon vagyunk, hiszen tavaly 2021. augusztusában két komoly viharunk is volt, aztán évvégén volt egy árvízünk, aztán évelején egy kisebb, ami azért szintén próbára tette az árvízben, árvízvédelemben tevékenykedőket, aztán tavasztól elkezdtünk folyamatosan készülni a nyárra. Nagyon sok olyan projektünk van, ami a Tiszapart fejlesztésére, megújulására irányul, ugyanakkor azt is látjuk, hogy egy ilyen retrós rész még mindig van Gergely Ugornyán, de látjuk azt, hogy elindult a mozgás, egyre többen érkeznek hozzánk kerékpárral, vízen, hajóval, kenukkal, kajakokkal. Nagyon sokan tudják azt, hogy érdemes ide látogatni, Szatmárba, Beregre, kiemelten persze Gergely Ugornyára is. Látjuk azt, hogy a folyó folyamatosan tisztul, hála a PET-kupásoknak is, hiszen a feti vízig mellett és a szakemberek mellett azért az önkéntesek is rengeteget dolgoznak azon is azért, hogy ez a partszakasz megújjon. Idén kiemelném azt, hogy sajnos ugye száraz időszak volt, de ennek egy másik oldala az öröm is, hiszen a folyó nagyon szép volt, a partszakaszok gyönyörűek voltak, érhetőek voltak, és nagyon sokan kihasználták a folyó adta a természet adta lehetőséget, és részt vettek azokon a programokon, amelyet Gergely Ugornyára szervezett az önkormányzatunk. Ezek szerint nem elég a Tisza, kell hozzá program is. Igen, azt látjuk, hogy program nélkül nem megy, épp ezért az önkormányzat igyekszik forrásaihoz mérten, illetve a saját erő bevonásával minél több programot szervezni, hiszen látjuk azt, hogy az irányzat felé, amely irányba most vettük az utunkat, a családok megszólítása, programok szükségesek, ugyanakkor semmiképpen sem zárjuk ki a fiatalságot sem, hiszen a szombatról vasárnapra virradó éjszaka és a hajnal az a fiataloké. Tudjuk azt, hogy fontos, hogy
kulturált programokon legyenek és vegyenek részt. Azért ebben nekünk is jelentős szerepünk van, de ez nem csak és kizárólag önkormányzati feladat. Nagyon fontos, hogy a vállalkozók, a vállalkozások is tegyék oda magukat, és együttesen próbáljunk olyan programokat szervezni, amely vonzóvá teszi ismét és újra Gergely Ugornyát. Egy fiatalnak elegendő, hogyha mondjuk a nyári éjszakában kempingezik, egy sátort felver egy kempingben, és akkor ott tölt az éjszakát. Családoknak már nem biztos, hogy ez elegendő, főleg a kisgyerek is van. Szállodák tekintetében hogyan áll a városi és a térség? Érdekes módon, hogy volt egy visszaesés, hiszen a Marina Center bezárt, ugyanakkor látjuk azt, hogy a Hunor Hotel és étteremnek a szálloda része és a wellness része bővül. Elmondhatjuk azt is, hogy a jövőben immár a Hunor étteremben és szállodában, ahol a vadászati kiállítás is található, 75 szoba, azaz egyszerre 150 fő kaphat szálláshelyet is, ezáltal innen csillagtúra szerűen be tudják járni a Bereget, hiszen ne feledjük azt, hogy mind a középkori templomok útja, mind a vadászati turizmus, a horgászati turizmus, a kerékpáros és a víziturizmus mind-mind innen indul ki és ide ér vissza, érintve a Bereget és a Szatmárt is. Egy nagyon fontos kérdés, most a turisztikai szezonok a nagy része véget ér, de azért van ősszel is, meg van télen is turizmus. Ebben a nehéz helyzetben, amikor ugye minden önkormányzat azon gondolkodik, hogy hogyan tudná optimalizálni a működését, Vásárosnaményban milyen döntések születtek már meg, vagy mind gondolkodik az önkormányzat, a képviselőtestület? Nyilván ezt mindenképpen el kell mondjuk, hiszen ahogy szoktuk mondani, egyenes, tehát látjuk azt, hogy olyan időszak következik, amilyen még nem volt. Túl vagyunk a pandémián, igaz, hogy a Covid azért most is ott van a mindennapokban. A térségünket nagyon komolyan érintette az orosz-ukrán háború, hiszen nagyon sok menekülőn tudtunk segíteni, és segítettünk is. Ugyanakkor most látjuk azt, hogy a háborúnak egy olyan vonása ért el minket, ami igen negatívan hat mindenre, hiszen a energiafogyasztásunkat és ezáltal a mindennapjainkat jelentősen befolyásolja. Egy hónappal ezelőtt ültünk le először vezetőinkkel, jelző úr irányításával együtt átbeszéltük azt, hogy mely területen mit tudunk egy kicsikét húzni a nadrágszíjon. Egyelőre azt látom, hogy nem mindenki érzi ennek a súlyát, amíg az első számlát meg nem látják az emberek, mind a magánszemélyek, mind az önkormányzatok, addig nem veszik ezt komolyan, de már látjuk azt, hogy nagyon komoly forrásokra lesz szükségünk ahhoz, hogy a közvilágítási számláinkat ki tudjuk egyenlíteni. Ugyanakkor azt is látom, hogy bár intézmény bezárásokon nem jár az agyunk, ezt nem tervezzük, de épületeket be kell zárnunk, így a megújult ötvös kúriát mindenképpen be fogjuk zárni, illetve ahol lehet, ott észszerűen átcsoportosítunk, ahol több épületben folyik a munka, ott próbálunk majd egy épületre koncentrálni, és hiszem azt, hogy ezzel azért mindenképpen tudunk spórolni és megtakarítani. Egyúttal arra kerüljük a lakosságot is, hogy ha esetleg olyan kényelmetlen szituációkat adnának, amit eddig nem szoktunk meg, hogy nehogy Isten éjszaka 11 órától hajnali 4-ig mondjuk lekapcsolásra kerülhet a közvilágítás, akkor ezzel próbáljuk meg együtt élni, hiszen ha belegondolunk abba, hogy mennyivel nehezebb volt az, amikor a pandémia idén este 8 óra után már nem lehetett kijárni sehová, hanem otthon kellett maradnunk, akkor bizony ebben az időszakban is meg kell néznünk azt, hogy hogyan fűtünk, mennyi és milyen energiát használunk föl, tehát próbáljunk meg egy kicsikét alkalmazkodni ehhez a nehéz időszakhoz, de ahogy nálunk a Berekben mondjuk, a rosszra mindig jó jön. Így van. Ugye az ország most attól hangos, hogy sok önkormányzatnál vagy sok településen zárnak be például fürdők, mert azok egy viszonylag nagy energiaigényű épületek. Naményben ez hogy van? Van-e már erről döntés? Szeretnék egy kicsikét másképpen gondolkodni, mint a többiek, hiszen a mi fürdőnk egy kicsi, tiszta, élhető, a Silva Wellness és Termál fürdőről beszélünk, ahol ugye több szolgáltatás is igénybe vető, épp ezért látjuk azt, hogy mivel előrelátóan gondolkodott a fürdő vezetése, lekötötte az energiákat, tehát megfelelően tudjuk majd igénybe venni, normális áron tudjuk igénybe venni majd a gázszolgáltatást. Tehát már élő szerződés. Így van, élő szerződésünk van. Ugyanakkor azt is látjuk, hogy ha szinte mindenhol bezárnak, de mi nyitva maradunk, akkor egy olyan szolgáltatást tudunk nyújtani, aminek meg lesz a bevétele. Érdekes módon a hétvégét is figyelembe véve elmondhatom, hogy a ide látogatók 80%-a már nem helybeli volt, tehát nagyon sokan rájöttek arra, hogy Vásárosnaményban még nyitva van a fürdő, lehet úszni, lehet sporton, lehet kikapcsolódni, és azt hiszem, hogy erre szükség van, tehát ebben is egy kicsit előre próbálunk menekülni.
Nyilván januárban szeretnénk egy karbantartást végrehajtani, de azt követően megpróbáljuk azt az üzemmódot folytatni, ahogy azt eddig is tettük. Tehát akkor nem terveznek bezárást? Nem tervezünk. Még lehet, hogy több vendég is lesz, mint lett volna, ahogyha nem lenne ez a helyzet. Így van, nagyon sokan megszerették, meglepően sokan járnak át a környező kisvárosokból is, valamiért vonzóvá vált a fürdő, ezzel már testületülésen is foglalkoztunk, hogy bizonyára a személyzet, a gasztronómia, a víz, a szaunavilág, tehát mindezt, ja és a barátságos vendégszerető fogadtatás ezt lehetővé tette, hogy növekedett a létszám a külsős látogatókkal is. Nyilván nagyon sokan jártak át Kárpátaljáról, ők ugye most már nem járnak, de Romániából, sőt, időnként Szlovákiából is vannak most már vendégeink. Még egy gondolat fejlesztésekkel kapcsolatban, ugye önkormányzatok, hogyha szorít a cipő, akkor van, hogy fejlesztéseket éppen most nem indítanak el, nem átütemeznek. Vásárosnaményben van esetleg ilyen jellegű terv, elképzelés? Egyelőre szerencsésnek tarthatjuk magunkat, hiszen két top pluszos pályázatunk már nyertes pályázat, az egyik a Petőfi Tagintézmény energetikai, megint ugye energetikáról beszélünk, energetikai fejlesztéseit, hőszigetelés, nyilázárócsere, napelemes rendszere kiépítése, valamint az Élhető Város projektünk is egy nyertes projekt. 1 milliárd 200 millió forintos nagyságrendű pályázatról van szó, mely több részből áll. Ennek tükrében sportpálya felújítás, futópálya kialakítás, gördeszkapálya épül meg, illetve kerékpár útjainkat foglaljuk hálózatba, mert egy nagyon nagy hiányosságunk az, hogy megvannak a befutó kerékpár útjaink, de ezek nincsenek összekötve. Ezt szeretnénk megvalósítani, illetve a csapadékvízelvezetésen szeretnénk még korszerűsíteni. Tehát még élhetőbb lesz a kisvárosunk. Akkor nem kell semmit sem elhalasztani. Egyelőre nem, sőt, most zajlik egy nagyon komoly járdafejlesztési projektünk is, amely egy-két héten belül befejeződik, úgyhogy ezen kívül mezőgazdasági utak felújítását is végezzük, tehát egyelőre ezeket a pályázatokat tovább tudjuk vinni. Polgármester úr, köszönöm szépen, hogy vendégünk volt. Köszönöm szépen én is. Más témával folytatjuk. Felújították az óvodát és a bölcsőde épületét Tiszanagyfaluban, így modern környezetben töltetik mindennapjaikat a kicsik. Jövőre is gondolnak, most indul a rakamazzal közös ivóvíz korszerűsítő program is. A településen Karab Zoltán járt. Mind a 12 bölcsödésnek megvan már a jele a tiszanagyfalui bölcsödében. És a répafőzelék is megérkezett. Hamarosan ebédelhetnek a gyerekek, akik épp a beszoktatás időszakában vannak, ezért jelenleg csak 4-en játszanak a vadonatúj játékokkal. Álmodtunk, és az álom valóra vált. Ez egy csoportszobás, 12 férőhelyes bölcsőde, nem volt korábban ilyen a településen. Teltházzal indultunk, sőt már várólistánk is van, és így tudjuk megoldani azt, hogy a 3 éves korig a gyerekek el legyenek látva, mert az óvodában csak 2,5 éves kortól tudjuk őket fogadni, és ez az utóbbi időben bizonyítottan már kevés volt, tehát a 2,5 és 3 éves kor közötti gyerekek ellátása, mert így ez egy családbarát intézmény, és így a fiatalokat a felelős családalapításhoz ez megalapozza, és az anyáknak segítség a munka világába, a piacra való kijutásra, és ez a családoknak anyagi biztonságot is nyújt. Tiszanagyfaluban évente 15-16 gyermek születik, ami az utóbbi évek kedvező családpolitikájának is köszönhető, fogalmazott a polgármester, aki szerint Tiszanagyfaluban népszerűek a pedagógiai intézmények. Így a fiatal párok szívesebben teremtenek otthont a településen. Egy régi családi ház helyén épült a 180 négyzetméter alapterületű bölcsőde, amely a mai korszerű energetikai feltételeknek is megfelel. A beruházás topos forrásból mintegy 162 millió forintból valósult meg. A bölcsőde mellett idén az óvodában is jelentős felújítási munkálatok zajlottak. A felújítás és fejlesztés az belügyminisztériumi támogatásból valósult meg. Ennek az értéke körülbelül 45 millió forint. A felújítás tartalmazta egy új fejlesztőszoba kiépítését, a dolgozóknak a szociális helyiségének a kiépítését, és ami a legfontosabb, napjainkban talán a legeslegfontosabb, a korszerű fűtéstechnológiát. Az önkormányzat önerőből az energiaválságra való tekintettel egy vegyes tüzelési kazánt is beépített a fejlesztésbe. Ezen kívül megvalósult még a vizes blokkoknak a felújítása, a
a kiegészítő helyiségeknek, a folyosónak a burkolása, festése. Az óvoda jelenleg 94 fővel működik. A polgármester szerint soha nem volt még ilyen magas a gyermeklétszám. A környező településekről is számos gyermek veszi igénybe az óvodai nevelést Tiszanagyfaluban és a településhez tartozó Virányosi intézményben egyaránt. Az épület 1985-ben épült, és 2005-ben is átesett egy nagyobb felújításon. Ekkor a tetőszerkezetet szigetelték, valamint a nyílászárókat cserélték ki. A polgármester elmondta, jelenleg is elbírálásra vár egy pályázatuk, pozitív döntés esetén az óvoda egy tornaszobával tudna bővülni. Ugyancsak a jövőt illető tervek közé tartozik a település ivóvíz minőségének javítása. De ez már nem csak terv, hanem a közeljövő. Tiszanagyfalu Rakamazzal közösen vesz részt egy 630 millió forintos pályázatban, amelyet hazai és európai uniós források biztosítanak. A beruházás célja, hogy a szolgáltató költséghatékonyabban tudja eljuttatni az ivóvizet a Rakamazon és a Tiszanagyfalun élőkhöz. A tervek szerint a víz minősége nem változik, a mostanihoz hasonlóan rendkívül jó minőségű és egészséges marad. A projekt megvalósításának tervezett dátuma 2024. júniusa. A város fölé magasodó rakamazi vízműtelep glóbusza és a hozzátartozó 4 darab 130-140 méter mélységű kút, valamint ezek a tároló és szűrő tartályok képezik a település vízellátásának bázisát. Elsőként ezen a nyírségvízhez tartozó területen kezdődnek meg hamarosan az ivóvíz minőségjavító munkálatok, amelynek keretében felújítják a víztornyot, költséghatékonyabbá teszik a víztisztító berendezéseket, sőt egy régi kút megszüntetése után újat is fúrnak. A polgármester azt mondta, fontos szempont, hogy az új kút az aszályos időszakban is elegendő vizet tudjon biztosítani. Egy átlagos aszállyal nem érintett hónapon 1200 köbméter per nap a lakosságnak az ivóvíz szükséglete, egy aszályos hónapban pedig 1400 köbméter is lehet, és itt nekünk az a dolgunk, hogy teljes biztonsággal a lakossági ivóvíz szükségletet kielégítsük, és olyan szűrési technológiákat alkalmazzunk, amelyek biztosítják az ivóvízben található és jelenleg kifogásolt vas, mangán, ammónium határértéknek a jogszabályi keretek között történő tartását. A polgármester hozzátette, nem kell tartani attól, hogy az ivóvíz jelenleg ártalmas lenne az egészségre. Sőt, mint mondta, más régiókban a talajvíz nagyobb koncentrációban tartalmaz arzént, de ez Rakamaz térségére szerencsére nem jellemző. Itt más összetevőkre kell fokozottan ügyelni. Hogy az emberi fogyasztásra az ivóvíz egészséges legyen, olyan kezelésen kell szűrésen, tisztításon átmenni, ami jelen esetben jelentős költség ráfordítást kíván meg. A fejlesztés következtében olyan technológiai előírások, berendezések fognak megvalósulni, beépülni, amely a tisztítás, illetőleg a szűrés eredményeképpen kevesebb forrásba fog kerülni. Tehát a lakosság részére most is egészséges az ivóvíz, csak nem mindegy, hogy milyen költséggel, illetőleg mennyi idő alatt állítjuk elő. Rakamaz mellett Tiszanagyfalu ivóvíz minőségének javítása is részét képezi az Európai Uniós és hazai forrásból induló projektnek. A projekt nyitó rendezvényén Vinnai Győző, a térség országgyűlési képviselője azt mondta, a mintegy 629,4 millió forint értékű beruházást hosszú előkészítő munka előzte meg. Hozzátette, a környező települések ivóvíz minősége is folyamatosan javul. Minden paraméternek megfelelő egészséges ivóvízhez juthat Rakamaz és Tiszanagyfalu lakossága. Ez több mint 6000 ember, de hogyha mondhatom, közel 3000 embert érint a tiszadadai ivóvíz minőségjavító program. Ott már elindult, aminek nagyon örülök, és a napokban kaptam a hírt, hogy Ibrány üdülőterületén is el fog indulni, mert ott felfüggesztették ezt a beruházást, de a miniszterelnök úr, pontosabban egy kormányhatározat megjelent, a miniszterelnök úr aláírta, hogy ez a program, mert elsődleges számunkra, hogy az egészséges vízbázist megőrizzük.
A beruházás kivitelezésével megbízott KFT-nek 2024. június 24-éig kell befejezni a munkálatokat. Az érintett települések polgármesterei szerint a lakosságnak nem kell számolni a forgalomkorlátozásokkal, és bíznak benne, hogy az ivóvíz jól megszokott, szeretett íze a jövőben sem fog változni. Két óvodát is átadtak a hétvégén Nyíregyházán, a belvárosban és Örökösföldön is. Új intézmény nyitotta meg kapuit. Vendégünk a fejlesztésekkel kapcsolatban Gál Sándor, református esperes. Jó estét kívánok, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Jó estét kívánok. Eddig nem volt református óvoda, volt bölcsőde, volt iskola, most már van óvoda is, ráadásul kettő, miért éppen kettő, hogy sikerült ezt így összehozni? Ennek az a magyarázata, hogy el kellett döntenie a fenntartó egyházközségnek, hogy egy nagy mega intézményt hoz létre, vagy megpróbáljuk felmérni a város lakosságának az elhelyezkedését, történetesen a kisgyermekes családoknak a lakóhelyét, és így született meg a döntés, hogy a belvárosban egy frekventált helyen találjunk otthont ennek az épületnek, illetve a város egyik legrohamosabban fejlődő részén, Örökösföldön, Szilvavölgy közelében, ahol nagyon sok kisgyermekes család van. Úgy gondoltuk, hogy oda megyünk ezzel a szolgálatunkkal, ahol ezt igénylik, hogy ne kelljen minden nap beautózni a szülőknek, családoknak a városközpontban, egyébként is leterhelt forgalmi időszakban, hanem akár gyalogszerrel is az anyukák el tudják vinni a gyereküket a még kisebb gyermek kíséretében oda az örökösföldi óvodába. A belvárosinál pedig egyértelmű az igény, hiszen nagyon sokan a szülők közül bent dolgoznak, illetve a református iskolába hozzák nagyobb gyerekeiket, tehát így esett a választás erre a kettős helyre, de az intézmény tulajdonképpen egy vezetője van, és így kezdtük meg a munkát. Ugye az fontos, hogy volt már bölcsődéje, most már meg a reformátusoknak volt iskolája, a Jókai, akkor most ezzel teljessé vált a kép, vagy vannak azért még oktatási elképzeléseik a városban? Elképzelésünk, indítatásunk van, de nyilvánvalóan ezt az igényeknek, szükségletnek, igényeknek megfelelően, hiszen az egyháznak nem az a dolga, hogy utat törjön magának, hanem végezze a maga küldetését azon az úton, ahol az emberek teret, helyet engednek ennek a küldetésnek. Igen, a bölcsőde és az általános iskola között egy nagy hiátusa volt a fenntartó egyházközségnek. Az óvoda lépten nyomon kérdezték a szülők, hogy hova vigyék a mustármag református bölcsődéből a gyereket, mert mindenképpen a református egyház kereteiben kívánták hagyni. Azt is hozzá kell tenni, hogy azóta megszületett az igény és a bővítési valóság is. A mustármag bölcsőde egy nagy fejlesztésen megy keresztül, néhány héten belül átadásra kerül az új szárnya, és hát így boldogan hozhatják tovább a gyerekeiket az óvodáinkba, illetve onnan, aki úgy gondolja, hogy arra érdemes a református nevelés, akkor az iskolánkat is megcélozhatják azzal, hogy a jó hírű már több mint 2,5 évtizede az egyház fenntartásában levő Jókaiba hozhatják a gyermeküket. A kérdésre válaszolva, szívesen folytatjuk a tanítást, a nevelést, az értékátadást azzal a higgadt, nyugodt, kiegyensúlyozott látással, ami számunkra a bibliai tanításból következik. Szívesen vállalunk feladatot egy középiskola fenntartásában. Erre folyamatosan, éppen úgy, mint az óvodára születik az igény. Az óvoda átadási ünnepségen is sorra jöttek oda a szülők, akiknek még nincs akkora gyerekük, de már szent aggodalommal gondolnak arra, hogy de jó lenne, hogyha a gyermek nevelési, tanítási élet szakaszában egy egységes életszemléletet kaphatnának a gyermekeik. Mert egyébként most, hogyha valaki elvégzi a Jókait, akkor mit tudnak neki tanácsolni, hova lehet tovább menni? Van esetleg más egyházakkal együttműködés, hogy mondjuk a Jókais diákok valamelyik másik felekezetnek, de mindenképpen egyházi középiskolába menjenek? Hát az igazság az, hogy nagyon kapósok a Jókais diákok. A város legerősebb közoktatási középiskolai intézményeiben tanulnak tovább. Nagyon magas arányban, sőt, két hatosztályos gimnázium, a Krúdi és a Kölcsei is
jelentős mértékben meríthet a mi diákjaink közül. Alapvetően nem korlátozzuk be a további jelentkezést, hiszen a gyerekeknek már, ha nem is általánosan, de kialakulhat egy érdeklődése arra vonatkozóan, hogy most reál vagy humán vonalon, vagy valamelyik szakterület vonatkozásában köteleződnek el. A mi dolgunk az, hogy segítsük a fiatalokat és a szülőket abban, hogy az elgondolásuk teljesüljön, és az eddigi tapasztalat az, hogy nagyon szép eredménnyel mennek, és jó felvételi arányjal jutnak be az első helyre többnyire a diákjaink. Kicsit menjünk vissza az óvodához. Milyen kapacitásokkal rendelkezik, mit kell tudni erről a két épületről? A belvárosban a Kisernő Deák Ferenc utca sarkán levő óvoda épületünkben 4 csoport, gyermekcsoport számára készítettünk helyet, rendkívül tágos, szakmailag minden kiegészítő felszereléssel és helyiséggel, tágas udvarral, játszó résszel a gyermekek számára. Itt 100 gyermeket tudunk fogadni. Az örökösföldi épületünkben 3 nevelési csoportra készültünk fel, és ott 75 gyermeket tudunk tanítani. Iskolánál már azért elvárás az, hogy valaki legalább meg legyen keresztelve, ha nem is ugye csak reformátusok járhatnak a jókaiba. Óvodában ez hogy van, mennyire kell az, vagy mennyire fontos az, hogy a szülők református hitben neveljék a gyermekeket? Az, hogyha valakinek nincs meg ez a múltbeli adottsága, tehát a keresztény nevelés, a vallásos nevelés, vagy a református egyház iránti elköteleződés, azt nem kérhetjük számon. Annak többnyire nem azok az okai, akik benne vannak ebben az állapotban. A mi látásmódunk az, hogy végtelenül nyitottak vagyunk, befogadóak, elfogadóak vagyunk, szívesen elmondjuk, bemutatjuk azokat a paramétereket, amelyek miatt más lehet egy református óvoda, és ezt mérlegelik a szülők. Tehát ez egy nagyon becsületes dolog. Én azt gondolom, hogy nem csak bevonzuk, hanem elmondjuk a lehetőségeket. Ha eddig nem volt semmiféle hitbeli elköteleződés, akkor feltárjuk ennek a lehetőségét, de nem valamiféle előfeltétel, kizáró szülőként használjuk ezt, hanem sokkal inkább az empátia, az egymás elérése, megértése indulatával. Akik ezt eddig megértették, mindannyian nagyon hálásak voltak azért, hogy időt és lehetőséget biztosítunk erre számukra. Mennyire van most igény erre, mármint a férőhelyekre, gondolom volt egy előzetes fölmérés, tehát házzal fog működni a mindkét intézmény? Abban egészen biztos vagyok, a ma azért nem teltházas, mert előrelátóan kell gondolkodnia egy oktatási nevelési intézménynek. Amennyiben most teltházasra indítjuk, vagy teltházasan indítjuk, akkor abból nagy bonyodalmak alakulnak, hiszen a most kis csoportos jövőre középsős lesz, aztán jön a testvére, de nem lesz hova jönnie, mert teltház van, és csak 3 év múlva fogadhatjuk a következő nemzedéket. Tehát ezért úgy indítottuk a csoportokat, mind a 2 óvodában 2-2 csoport van teljes létszámmal, hogy jövőre is legalább a már ott levők testvéreit fel tudjuk venni az óvodába. Folyamatosan arról van most szó, nem csak óvodákban, iskolákban is, hogy vajon mi lesz most ősszel, mi lesz majd télen fűtés számlával, energiaválsággal. Ilyen szempontból készülnek-e bármire is, vagy mire készüljenek a szülők? Van-e arra lehetőség, hogy ilyen vagy olyan formában, de akkor folyamatos legyen a nevelés, az óvodai nevelés a két intézményben? Hát a szülők arra készüljenek, hogy harmóniában az egyházzal az intézmény, a család és a gyülekezet 3-as összefüggésében neveljék otthon türelmesen, odaadással a gyermeküket. Nyilván ez a fenntartó egyházközségnek a felelőssége, feladata, illetve az intézménynek. Mi mindenképpen a végsőkig igyekszünk zökkenőmentesen fenntartani a jelenlegi állapotokat. Ígéreteket lehet tenni, de ennek ma nem sok értelme van. A jelen látásunk szerint szépen fogjuk fogadni az óvodásokat folyamatában, ha csak még nagyobb társadalmi hullámok nem érkeznek, amit nyilván prognosztizálni lehet, de igazából véve
előretekintéssel, türelemmel ki kell várni, és reméljük, hogy nem is találkozunk még nagyobb hullámokkal. Szóval bárki jelentkezhet adott esetben, akkor ide nem szükséges az, hogy valamelyik felekezetnek, gyülekezetnek a tagja legyen. Hát nyilvánvalóan, ha valakinek nincs felekezeti elköteleződése, az azért jön ide, mert valami vonzó. Ez megint csak az előbb mondottak szerint időkérdés és türelem kérdése. Ha elmondjuk a mi ajánlatunkat, és erre igent mond, akkor egészen biztos vagyok benne, hogy nem akar felekezeten kívüli maradni, mert ez nem egy piac, egy olyan piac, ahol meglátok egy árut, megalkuszom rá és hazaviszem, hanem ez az életünket átható nevelés. Ez már egy hónap eltelte után látszik a gyermekeknek a viselkedésén. Nagyszülők beszámolója alapján, hogy a gyermek rendkívüli zártsággal érkezett, és féltette a család, hogy hogyan lesz ebből valami, és másnap ragyogó tekintettel ment haza, és vitte azokat az élményeket, gyermek élményeket, játszási élményeket, hitbeli ismereteket, meg egyéb ismeretet is, amit nyilván ott átadnak a szakemberek a család számára, tehát jöhetnek felekezeten kívüliek is azzal a intelligens magatartással, hogy igen, meg akarják ismerni azt, amit mi ajánlunk, és erre szabad nemet mondani, szabad gondolkodni rajta, de egészen biztos vagyok benne, hogy velünk tartanak a további részén is az útjuknak. Így legyen. Esper Sok, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Örömmel jöttem. Eddig tartott ma a 35 perc, legközelebb szerdán várjuk Önöket, amikor többek között Fényes Litke polgármester lesz majd stúdió vendége. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!